Na, sziasztok! Ott jártunk, hogy le kell gyártanunk a Tier 3 Technologyhoz elég cuccot. Jó lenne tudni, hogy mi a következő. Ennek a zenéje nem volt bekorlátozva, ez nagyon hangosnak tűnik. Nem néztem vissza, lehet, hogy elbaszarintottam az előző videókat? Ez lehet, nem baj. Ne foglalkozzunk ilyenekkel most. Nos, ott járunk, hogy... Ő már szépen gyártja a spinnereket. Hogy tudnánk még neki segíteni? Sehogy. Ez az egyetlen egy, amit meg tudok venni. Az a baj, hogy widgetből most nem kell. És ez itt szépen töltődik is. Jó. Akkor mi most ennek a megszerzett tudásnak az ismeretében elkezdünk ezzel foglalkozni. Majd átrendezem, hogyha nagyon át kell, tehát most nem parázunk ilyeneken. És mindenféleképpen kipróbáljuk, hogy ez mennyit ad hozzá. Hová rakjam? Az a baj, hogy nem tudom, hogy hová érdemes rakni. Így. Azért akarom a warehouse lerakni. Mert hogy ez a storage capacity-nket fogja feljebb tolni, tehát hogy több mindent tudunk majd eltárolni. Az azért lesz jó nekünk, mert most per pillanat ezekből 100-on vagyunk, ebből. De ha már mondjuk mit tudom én, fel tudjuk tolni 200-ra, úgy látom, hogy ebből leszünk gondban. De még nincs is kész, és mégis többet használunk. Azt hogy csináljuk? Várj csak, állj meg. Alapból képesek lennénk, így a számok alapján. Azért nem foglalkozok most vele, mert nem kell még annyira optimalizálnunk. Nem az az első. Hoppá! Ezt nem is figyeltem, hogy mi ezt megtanultuk. Egyiknél sincs megcsinálva. Jó, tudjuk, storage full. Itt megtanultunk mindent, amit engedett a játék. Jó, ez akkor megvan. Ezt is kifejlesztjük teljesen. Inkább túltermelek, hogy legyen akkor, amikor először elkezdünk vele dolgozni. És gyártani kell az alapanyagot, akkor gyorsan rá tudjon ugrani a rendszer arra, hogy hopp, van elég termelésünk ahhoz, hogy nagyon gyorsan le tudjunk termelni, mondjuk mit tudom, ingiroszkópot. Tudom, így ezzel egy picit áll a fejlesztés, de mibe tolod belefelé a cucc? Nem mondod. De elkezdett olyan dolgokat megcsinálni, amit nem akartam, hogy még megcsináljon. Au! Nem baj. Pörgetünk. Lutty. Nincs elég. Áááá, hogy az alap dolgainkból lesz itt probléma. Az a baj, hogy most kell. Tehát most, ha lerakom, előd, tedd már oda, megy ebből három, ebből ide,
Várjál, ez itt úgy van, állj meg, ezt feljebb rakjuk egyel. Nem tudom arrébb rakni, jó, nem baj, majd amikor kész lesz. Egy. Rögjünk. Nos, megépültek. Nem vagyok túl boldog, mert lekerült ez a kettő is, és ez plusz 10 storage-et ad csak. Emi. Ír egy item. Hát ilyet rakom még le. Most azonnal. Tudom. Hosszú idő, mert csomó spinning genyót kell csinálni, de amúgy azt néztem, hogy mivel nagyon nem tudok másra támaszkodni, így, csak arra, amit itt látok, tehát alapból szentből most jók vagyunk, mert 4-et tudunk gyártani, de csak 3 körül viszik, majdnem 4,5, és 5, és 3-mal fogyasztunk. Tehát, hogyha még ez fel tud menni 6-ra, vajon fel tudna menni? Hát maga a glass factorink amúgy gyenge. Mert éppen, hogy csak túl termelünk, sőt, nagyon nem. Hát, pont egálban van, nagyjából mindig 70-re ugrik vissza. 66, 67, 72, és megyünk lefelé. 67, 73, 77, szépen lassan megy fel. Tehát most amúgy ebből leszünk alacsonyan, mert 3-at vagyunk képesek gyártani, de amúgy csak 1,4-et használunk, úgyhogy 2 factory még simán lemehet. Jó lenne az, hogyha... hát azt megint félrehúztam. Nem baj. Ezeket is legyártjuk. Jó lenne, hogyha azt látnám, hogy pontosan miből mennyi. Tehát, hogy mire képe... lenne egy olyan érték, ami kiírja, hogy ennyi a max termelésed, ha éppen maxon tudsz termelni, ennyi az aktuális termelésed, stb. Tehát egy ilyen valamilyen információt, mert így nem tudom, tehát hogy se rávinni az egeret, nem tudom, se semmit, tehát nincsen. Itt látom azt, hogy mennyi az össz. De nem tudom azt, hogy egy factory mennyire képes. Az nem érdekel, hogy storage full nem számít, tehát hogy az a legkisebb problémánk jelen pillanatban. Ez egyes. Ez meg berekedek. Ez kettes. Tehát így most mindenből 300-at tudunk tárolni. Helyezd át. Köszönöm szépen. Minden gyáron fel lett fejlesztve. Tehát itt is minden 3x3. Itt is minden 6x6 és 2x2. Tadám! Ezek elvileg többet gyártanak. Igen, placement bónusz miatt 40%. Szuper! Jó, és akkor még marad ez, amit le kell gyártanunk. És elvileg így ez ilyen gyorsasággal fog majd mindjárt letermelődni. Ha minden igaz. Igen, és így most a gyroszkóp gyárunk lesz amúgy szarban, már bocsánat. És ez pedig 3,7. Igen. Tehát ő nem tud eleget gyártani, tehát legalább egy glass factory-t le kell raknunk valahova. Mert úgy látom, hogy szentből képesek vagyunk eleget gyártani. És máshogy nem tudom megcsinálni. Tehát csak így, hogy játszunk vele, hogy most akkor... Ezt szívesebben látom, hogy full színültig vagyunk.
mint azt, hogy nem képesek a gyárak gyártani. Eleget. Kész. Ennyi. Csum, és már megyünk is. Na most ennek elvileg el kell kezdeni felfelé menni. Mindjárt kész van amúgy a widget. És akkor meg is nézzük, hogy mi lesz a Tech 3 fejlesztés. Itt lesz még egy Tier 3. Itt is egy Tier 3. Ezek full game-esek. Ez gondolom majd az lesz, hogy még valamilyen pluszt ezek a raktárak fognak tudni. Itt, mert ott vannak a polcok, meg itt. Tök jó, úgyhogy így látszik az, hogy mi lesz benne majd. Mert itt is itt vannak a gépek, amiket még nem fejlesztettünk ki, vagy nem tudunk kifejleszteni éppen. Mindjárt kész, ez az. 1 óra 35 perc alatt el is értük a harmadik szintet. Ujj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 
battery, kapacitorban. Jó, a gyroszkópot ezt mindenképpen, üvegsebesség. Igen. A másik kettő között van, tehát ha sor... az jó lesz. Igen, ez szendes. Az a baj, hogy itt most párjál. Aha. Jó, állj meg. Nem rontjuk el úgy, mint az előzőnél. Mindenhová power és kapacitor widget kell. Jó. Van-e valami? Field. Látunk valahol olyat, hogy olaj. Nincs. Tehát, hogy ennyi a pályánk jelenleg. De nem látok rajta sehol olyat. Miért csak eddig tudom lehúzni? És miért nem tudok lemenni a ajára? Na mindegy. Jó, akkor megpróbálunk egy olaj valamit ide berakni, mondjuk erre a részre. Szerintem menjünk a... azzal, hogy egy-egy gyártunk mindenből, és hagyunk ki egy helyet. Így. Na most, itt a Glasskillnél majd lesz egy olyan fejlesztés ez, hogyha kettővel érintkezik. Na most az én olvasatomban azt jelenti, hogy mondjuk ez a kettő nem fog gyártani semmit, de ha így összehúzzuk őket, majd egymás mellé, akkor ez azt jelenti, hogy ő csatlakozik másik kettőhöz, ő csatlakozik másik kettőhöz, ő csatlakozik másik kettőhöz. Tehát a középső kettő az gyorsabban fog gyártani, vagy a középső három gyorsabban fog gyártani. Vagy el lehet rendezni ilyen rendszerbe. Ja, hogy őt is számolja. Akkor ez így nem jó. Csak csíkba tudjuk rakni. Jó? Oké. Ez itt ruins. Az mit tud vajon? Na mindegy, nem számít. Szóval. Ez az automatizálás egy. Zöld. Nem jó. Sok. Meleg. Piros. Úgy. Nyef. Nyef. Nyef.
Igen, itt már ez a baj, hogy mindegyikhez majd kell ez a kapacitor widget. Jó, oké, köszönjük játék. Ezt elég ideig jelezted már. Energize battery. Plusz, minusz. Plusz, minusz. Oké, belerakjuk a töltést. 7 voltunk van. Match voltage. 1, 2, 4. Lutty. 1, 2, 8. Lutty. Nincs elég. Azt jó, oké, csak na, érted. Nincs elég betterünk. Értettem. Ő gyárt magától? Igen. Na nézzük. És ehhez az a baj, hogy már majd fog kelleni kettő ilyen. Várj, de most hová mennek el? Valahol belehagytam valamilyen fejlesztést, mi? Azt. Úgy. Köszi. Egy már van. Szóval. 8. Lutty, 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 lutty. 5-öt gyárt, jó. 12, az 8 meg 4. Minden tenne? Ez meg. Ebből nincs elég, gyárt gyorsabban! 60. Jó. Ezt beautomatizáljuk, és akkor kezdjük innen. Ez lesz a következő. 4. Ú, még jó, hogy arra a glassra rászaladtam. De fog kelleni egy csomó glass, úgy látom. Gyásd le! 4! Azaz. Kösz! A batteryből lesz a legkevesebb. Jó. Na. Ezt még valahogy pörgetni kellene. Háromot hogy fejlesztünk? Áj, de rossz így. Jó. Tehát olajból kettőt gyártunk, kettőt használunk el. Kettőt gyártunk, de hármat használunk. Aha. Akkor olajból mindenféleképpen kell. 10,6 másodperc. Igen, valami ilyesmire szeretnék, tehát hogy... Igen. Hogy nem egyformák vagytok. Aha. Ögy. Ettől gyorsabb. Na jó, először akkor nézzük a tech tree-ben, hogy az olajat hogy tudjuk. Pump speed az nem érdekel, automatically. Ez. Ezt kezd el lefejleszteni nekünk. Ezek a kis minigémek amúgy annyira állatra jók benne. Nem nagyon kellett, tehát ránéztél az ablakra, és nem nagyon kellett azon gondolkodnod, hogy itt mit kell csinálni. Van egy kar, és húzogatni kell. Nem az, hogy... Mit tudom én, ránézel, és akkor... Hú, itt mit kell csinálni? Piros gomb aktív, megnyomod... Zöld gomb lett aktív, piros gomb, zöld gomb. Annyira felhasználó barátra van amúgy a felület megcsinálva. Ez valami hihetetlen. Jó, most már
Há! Ez gyorsan tanul csak meg, mert itt nem tudom, hogy a nyomást azt hogy fogom fenntartani. És itt is az volt, hogy egyből ahogy beléptél, itt egy óra. Vajon mit kell vele csinálni? Tenni kell a zöld sávban, és kész. És tényleg nem kell elgondolkodnod azon, hogy hú, itt most mit csináljak? Belépsz ide, nyomkodni kell a piros gombokat. Belépsz ide, nyomkodni kell a piros gombot. Jó, oké, ez még egyszerű volt. Itt nyomkodni kell a kék gombot. Aztán utána itt volt az első az, amikor úgy nem volt elmagyarázva, hogy mit kell, de tehát akkor, amikor rákattintottál és rossz helyen kattintasz rá, out of phase. Ja, hogy akkor ez a kis pöcök azért van ott. Tehát, hogy... És nem az van, hogy... Miért van felkiáltó jele a víz mellett? Ott. Ott lent. Ott. Nem tudom, mert nem tudok rákattintani. Jó, ez innentől kezdve szépen tartja nekünk a nyomást, elvileg storage fullan vagyunk. Szóval kettőt kérünk ide, hogy a... workerek meg legyenek. Igen, ilyenkor az elején mindig egy kicsit lassú a termelés, és akkor utána fogunk majd szépen lassan beindulni. De most már minden másból zöldek vagyunk. 300-on vagyunk mindenből. Biztos, hogy később ezt optimalizálni kell. De jelen pillanatban teljesen jók vagyunk így. 6, 6, 6. Jó. Így, akkor így most az elektromosságnak... Igen, tehát több elektromosságot termelünk, mint amennyit elhasználunk. Ez eddig tökéletes. Köszönöm, még gyártsa el egyet. Na, jövünk ide. Battery packből... Jaj, mert megint rossz helyre kattintottam. Annyit gyártunk, amennyit elhasználunk, mert nem tudunk többet gyártani. Szóval... Így. Meg így. Ilyenkor amúgy az elején látszik a legjobban az, hogy például olajból most amúgy kevesebbet termelünk, mint amennyit használunk. Az első gyártósort kellene amúgy belőnünk szépen, csak az a gond, hogy amikor menet közben meg itt a tech tree-ben húzogatjuk fölfelé őket, akkor át kellene az egészet rendezni. Nem. Bocs. Inkább túltermelek. Majd ha játszunk a teljes játékkal, akkor majd. Állunk már olyan szinten? Nem állunk még olyan szinten. Jó, most már akkor jöhet ebből is egy. Rakjunk be kettőt, és akkor utána visszahúzzuk az elejét, amint ez a két fejlesztés bent van. Bent is van. Nagyon jó. Akkor kezdjük itt. Aztán jövünk át ide. És jövünk át ide. És aztán szeretném ezt felmaxolni. Köszönöm szépen! Fogy a betörünk. Jó, még nem lett kifejlesztve a maxra. Aztán jön...
Uh-huh. Ez nem rossz. Ez se rossz, csak amúgy most baromira nem... ez jó menü lesz. Tehát ez annyit csinál, hogy megmutatja. Még ezt is meg tudjuk csinálni. És a tier 5-től nem fogunk tudni, csak a full game. Aha. Tehát a tier 4-ig tudunk eljutni. Ez lesz az egyetlen. Ez a kettő. Így. Igen, tehát innentől ez a rész, ez már a teljes játékban lesz, csak... Ó, hát ezt akkor mindjárt be is fejezzük. Ez megvan, 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 megvan. Jó. Úgy látom, hogy most... Na, álljál meg. Egy-egy gyártunk, többet használunk, mint egy. Egy-egy gyártunk, egyet használunk. Oké. Okay. Még mindenféleképpen rakunk alá egy másik sort, csak az a baj, hogy rohadt drága. Nem baj. Így. Tehát most elvileg azzal a tech tree fejlesztéssel kapunk majd valahová egy gombot, és amikor erre rákattintok, akkor látni fogom azt, hogy ezek itt gyártás alatt vannak, hogy állnak, stb. Stb. Ez itt tök jó amúgy. 6x6, 6x6, 6x6. Aha. Nincs elég battery. Lehet, hogy meg kell próbálni ezt is. Nem, 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 nem. Megyünk a fejlesztésekre. Tehát mindenféleképpen ez 50%-kal gyorsabb lesz. Ez megint 50%-kal gyorsabb lesz. Ez megint 25%-kal gyorsabb lesz. Ez megint 50%-kal gyorsabb lesz. Tehát ha ezeket így megtanulom, így, akkor minden gyorsabb lesz. Utána majd jönnek ezek. Kimaxoljuk. Nya. Hát ott már is ott van a pumpa fejlesztésünk. Gyere. Nem is pumpa, ez melegítő. Nem, ez pumpa. Nyomás. Storage full. És ezért, mert nem kötelező, amúgy szeretem húzigálni. Kötelező lenne húzigálni, akkor nem szeretném húzigálni. Igen, és megint ugyanezzel van bajunk, hogy nincs elég ebbe. Mindenből van elég. Fenébe. Na most. Olajból néha-néha amúgy leesünk. Lehet, hogy még olajat kell csinálnunk. Over. Ava. Kettő. Ez éppen. De majd, ha a fejlesztésünk meg lesz, az a baj, hogy valószínűleg ebből még fog kelleni egy gyár. Azért, mert minden más... Ez 50%-kal fog nőni, ez 25%-kal.
ez 50%-kal, ez megint 50%-kal. Tehát az olaj plant lesz az egyetlen, ami ez is megvan. Hát így gyertek. Az a baj, hogy még mindig a battery-ből vagyunk szarul. És szerintem még így sem gyártunk túl. Mindenféleképpen ebből még egyet kell. Szerintem olajból jól állunk. Igen. Bár ezt inkább nem kiabálnám el. Az a baj megint, hogy hosszú távon már nem használunk widgetet, már nem használunk batteryt, akkor pont jól termelünk mindenből. Én még belecsapom ezeket is. Na most vagyok bajban. Jó, oké. Nem tudom, hogy bement elfelé a widgetünk. De ez eddig nem akart tölteni. Most kezdett el. De már a fejlesztések nagy része megvan, úgyhogy elkezdjük megkérni a játékot, hogy rakjon be nekünk ide mindent. Ezt is fejleszt fel, ezt is fejleszt fel. Ezt is fejleszt fel, ezt is fejleszt fel, és ezeket is fejleszt fel. Hopp! Ja, hogy ebbe ment bele, mert ezt gyártottuk le. Aha. Jó lesz ez? No! Megvárjuk, míg minden lefejlődik. Lefejlesztődik. Mindenféleképpen kell majd ilyen. Még egy. Ó, és ez csak spinning widgetekből áll. Nagyon jó. Ezek voltak. De beteszünk egy hármast. Tier 2, tier 1. Igen, és akkor ide jön a tier 3. Szerintem ezeknél a fejlesztésekre nem kell rámenni. Igen, ezek maguktól befejlődtek. Ennél meg hát szép lassan majd ezek is meg lesznek. Jó, így már most az olajunk kezd jó lenni. Hovernél kell majd várni azt, hogy mi lesz. De már most amúgy ez tök jó, mert eddig ez ilyen 0,5 körül volt. Most már felmentünk egy per másodpercre. És jönnek a tehek. Na, és akkor most van az, hogy ezeket át kell húzgálnunk. Így egymás alá. Ez itt 0%-os, de ezek 50%-osak, és ez itt megint 0. Az a baj, hogy tényleg nem tudom máshogy rakni, csak úgy, hogyha ha így vannak. Hát ezt most nem.
Mindjárt ez is kész van. Jó, tehát elvileg a fejlesztéseink megvannak. Át kell nézni. Minden mindennel jó legyen. Frankó. Hadd menjenek ezek is. Már, ha megtanultuk őket. Így, ott 2/2, ezek itt mind jók. Hát ebben nem vagyok biztos, mert most jelen pillanatban full storage-en megyünk. És most amúgy ezeket gyógyítja, gyártja a rendszerünk. Na, tehát olajból 3-at gyártunk, 2-t használunk. Itt megint jók vagyunk overből is. Nem jó. Amúgy de nem. Jó. Jó lesz ez. Ez is kész lett. Ez is kész lett. És még mindig az a baj, hogy még mindig nagyon sokszor van az, aha, itt a powerből most már többet használunk, mint amennyit gyártunk. Ezt mondtam is, hogy ezt mindenféleképpen majd egyet még mindenképp le kell tenni. Így. És akkor így, hogy állunk. Hát itt olyan gyárakat gyártottunk az elejére, hogy amit elhasználunk, azt egyből fel is tolja vissza. Azonnal visszamegy 300-ra mindegyik. Ez lesz majd a cél itt is. Na, így akkor árammal jól állunk. Ezzel jól állunk. És akkor most már nem használunk a widgetből se semmit. Jó. Beállítom még a következő tekeket. Hát most itt ki tekerünk mindent. Szeretném, hogyha batteryből is lenne egy kis eltárolt batterink. Azt pedig úgy fogom tudni megcsinálni, hogy még rakunk le egyet. Ezt is befejlesztjük, ezek elvileg elég gyorsan meg kell, hogy legyenek. Így. És meg is van. Batteryből annyit kellene gyártani, hogy ne tudjuk elhasználni. Ez kb. Esélytelen, mi? Ja, most így ki is maxoltuk a gyártást meg a használatot. Jó, meg kell várnunk, míg ez felmegy maxra. De most elvileg többet gyártunk, mint amennyit használunk. Így 2,2 gyártunk másodpercenként, mindjárt 2,5. Ez felmegy 300-ra. Akkor elvileg a battery is elkezd feltölteni. Ezt fel akarom vinni így nagyjából olyan 3/4-ig. Az azt jelenti, hogy egy olyan 200-300 között valahol. Fogom fejben kiszámolni. És most az a baj, hogy megint ott járunk, hogy a powerünk elfogyott. Már most 4,6-ot használunk, és csak 3,7-et gyártunk. Tehát ismét kell egy olyan. Oilfield. És kell egy ilyen. Tif. Jó. Ez így
szépen megy fel, azaz már egy kicsivel feljebb vagyunk a használatnál. Tökéletes. Itt még a production az most fog beállni. Jó, feljebb vagyunk, mint a consumption. Szupi. Így ezt akarom látni. Na jól van. Hát ez egy kicsit furábban néz ki, mint ahogy a többi. De hát pont az a lényeg, hogy annyit gyártsunk, amennyit tudunk mindenből. Úgyhogy találkozunk a következő részben. Akkor még ezt a pár fejlesztést befejezzük, ami van. Itt is van egy-kettő, amit még meg tudunk csinálni. Ezeket is kifejlesztjük, és átmegyünk a tier 4-re, és akkor onnantól kezdve már csak a tier 5 lesz, ami a következő rész, vagyis hát már a full játékban lesz benne. Ja, innen már minden full game-es. Amúgy ez tier 12-ig elég kemény lesz felnyomni. Főleg úgy, hogy ezek is feloldódnak, tehát ezeket is meg kell majd csinálni a teljes játékban. Na jól van, találkozunk a következő részben, addig is iratkozzatok fel, lájkoljatok, sziasztok!